Sziasztok, én Bence vagyok, és itt van velem Rebecca. Sziasztok! Elérkeztünk a legújabb Brodapestes videóhoz, ami egy Guess Her Age lenne. Ez azért lesz érdekes, mert ugye tudjátok, Rebecca barátnőm, tehát ő nő, milyen érdekes, és kíváncsi vagyok, hogy jobban találják el a nők a nőkről, hogy hány évesek, mert ugye minket, srácokat mostanában megzavar. Eléggé meg tud zavarni az, hogy hány éves egy hölgy, mert annyi sminket raknak magukra, vagy egyszerűen olyan a kinézetük, úgy öltözködnek, hogy mondhatni többet mutatnak, mint amúgy. A többi Brodapestes videót se hagyjátok ki, iratkozzatok fel a csatornára, és hamarosan érkezik az első epizód is. Izgulunk, nagyon izgulunk, reméljük, hogy tetszeni fog nektek. Elég sokat dolgoztunk az egészen. Nagyon sokat dolgoztunk vele, de reméljük, hogy megérte, és nagyon fogjátok szeretni. Így van. De kezdjük is el. Ő az első hölgyike. Szívem. Rajta nincsen smink. Én úgy, vagy nem tudom, mert te vagy ugye beauty guru. Hány éves a hölgy? Én azt mondom, hogy 15. Én is annyit mondtam volna, legyen 16 akkor. Legyen 16? Legyen. 21 éves a hölgy. Vissza a képre. Hát én ezt nem hiszem el. Ez létezhet? De hogy legyen 21 éves? Olyan baba arca van. Ja, és mindenképpen írjátok meg, hogy ti mennyit találtatok ki. Igen, és számozlak. Vagy egyes, ennyi éves. De biztos, hogy nem mondtatok volna erre 21-et. Nincs ahogy. Hogy lesz te 21 éves? Hát ez hogy fog kinézni 50 évesen? Mint egy 10 éves? Vagy mi? Következő. Hány éves a hölgy? Na jó, hát rajta nem csak smink van. Hanem mit látnak női szemeid? Mi van a hölgyel? Tuti, hogy fel van töltve a szája, azt meg mondod? Pár helyen az arca is, hanem akkor iszonyatosan szerencsés, és nagyon irigyeljük. Viszont én nagyon azt látom, hogy ott azért a Facetune meg a többi igen, alkalmazás azért... Egyébként úgy néz ki ez a kép, mintha festve lenne, nem? Igen. Vagy annyira túl van szerkesztve, de nagyon szép. Amúgy olyan figyelmem, mintha az arca nem csatlakozna igen. A nyakához. Csajnak. Hány éves a hölgy? Én azt mondom, hogy 21. Hát én mondjuk egy, nem tudom, 19-et betippelnék. 19-et? Szerintem átverés. Na lássuk. 15 éves a csaj, de hogy? Ez lehetetlen. Most nyilván nem látjuk az egész testét, de ez így kb. Lehetetlen. Tehát mondjuk jó szerint, de nem. Még egyébként már nem azért, egy kicsit hülyék vagyunk. Látod, mi van odaírva? Mi? Drawings Luna. Tehát annyira mégsem vagyok hülye, és ez tényleg nem egy igazi kép. Mert ez festve van? Azért, hát, hogy valami rajznak kell lennie. Aha. Átvert minket a rajz. Igen. De akkor sem néz ki 15. Nem, egyáltalán hagyjad már. Egyáltalán. Kövi! Ő nem egy vájnos volt? Vagy... Én úgy tudom, hogy ez a Lélé Ponzéknak a krújába tartozik, de nem biztos. De ő viszont nagyon fiatalnak tűnik, tehát ő rá azt... Nekem meg pont nem. Nem? Nem. Nekem úgy a szeméből valahogy egy kicsit inkább... idősebb. Habár az elmúlt két képből én már bármit el tudok képzelni. 72 azt mondom a csaj, 15. Én egy 23-at lehet, hogy betippelnék. És hány éves? 24 éves. Egy évet tévedtem. Az azért nem semmi. Ő a kövi. Mondjuk így, hogy a szemét annyira nem lehet látni, mondjuk egyáltalán nem az írástól. Állapítsuk meg a szája alapján. 20. 18. 19 éves. Na, ez azért nem volt az olyan rossz azért, ő a kövi. Őt viszont attól függetlenül, hogy cicikidobós és... Szerintem ő épp, hogy idős amúgy az. Tényleg? Nem gondolod úgy? Szerintem ilyen 22. Nagyon meg fogsz lepődni, szerintem ő idős. Én inkább egy 16-ot tippelnék. Na lássuk. 19 éves. Hát ezt mind a ketten benéztük, nem mindegy. Következő. Igen. 18 éves. 18. Az a baj, már nem mondhatod meg. Nem. Ismerkedsz egy csajjal, és kopogtat az FBI. Mert tényleg nem tudsz amit csinálni. Simán lehazudja. Tehát aki ott volt 15 éves, az 26-nak néz ki. Felhúztam picit magam, igen. Én egy kicsit azért lejjebb tippelnék, mondjuk egy... Mennyit mondtál te? Hát ilyen, mennyit mondtam? Nem tudom, amennyit mondtam, de ilyen 17-nek. Nem, annyit mondtál, tudja, hogy idősebbnek mondtad. 19 fele mondod? Jó, olyan 17-19 között van, de... Sem... Jó, akkor én a 17-et, azt megfogom. 20... Udagázok vagyunk. Ő nincs 26 éves, hagyjad már, ez kamu az egész. Hát ő fele annyi idősnek, már nem sértés, tehát nem nézel ki idősnek. Tehát épp, hogy 21-nek nézel ki, mennyi vagy. De ő 14-nek. A 17-et tudod miért mondtam? Azért, hogy ne legyek hülye, ha majd benyomja a 14-et, vagy 15-öt. Ez mi van? Ez nagyon rossz. Igen, következő. Úristen. Jézus. Ő a következő. alanyunk. Mit mondanak a varázsfülek? Bekapcsolod a varázsfüleket? Nem tudom, 17. Én már nem tudok, semmi se tudok. Szerintetek mennyi? Szerintem... 17 éves. Szívem, 17 éves. Veronikának hívják, és péntek este a barátnőivel a lagúnába szokott bulizni. Azt mondod mi? Ja, nem tudom, nem is. Összefutattál vele múlt héten. A lagúnába, igen. Na jó, várjál, adj egy kis időt. Bekapcsolja a Facetune detektort, Rebecca. Az a baj egyébként, hogy smink az szinte nulla. Műkörme van, és ilyen nem tudom én milyen gagyi karkötője, tehát a... Én nem tudom, én már semmit sem tudom. Hol piercing, vagy az csak csillan? Hát én őt valamiért fiatalnak érzem. Én 17-et mondtam, mennyit mondasz? Én lehet egy 15-öt még bepróbálnék. Lehet, hogy nagyon benéztem. Ó, lássuk, 14 éves. A karkötő. Nem a karkötő, az az FBI, ha valami történik. De nem, tényleg, hát szinte... Mondtam, érzem, érted? Érzem. Igaz, hogy az előbb 11 évet tévedtem, de érzem. Itt a következő alany. Na ő hány éves? Ő 15 éves. 20. Lássuk, 14. Hát ezt nem hiszem el. Én nem, I can't. Következő alanyunk. Nem tudom, 30? Ennek csókolomot köszönök. Esküszöm. Jó, a fekete-fehér azért. Jó, tőlem 12 éves is lehet, de én ennek csókolomot köszönnék, ha szembe jönne velem. 24. 24? Mindjárt egy 15-öt benyom. 24. Én azt mondom, hogy 20. Én is 25. 25. 15 éves. Nem, várj ezt, de tényleg. Nem hiszem el! Hogy lett 15? Vannak egyébként azok a modellányok, akiknek annyira karakteres az arca, hogy nagyon fiatalon is viszonylag idősebbnek néznek ki. Tehát Rebecca. De ő... Ha modell, ha nem, hát úristen. Na jó. Á, nem hiszem el. Nem Következő? Hiszem el. Következő. Ez egyébként nem az a izécsaj. Mi? Aki Justin Bieber megkerestetett Instán. Az melyik a... ő? Cindy Wolf, vagy hogy hívták? Nem tudom. Ja, emlékszem, hogy kirakta egyszer a képet, hogy ki ez a csaj. Nem tudom, hogy hány év. 17? 6. 18. Jó, sokat nem tévedtünk. Hopp, megérkeztünk Loren Greyhez. 17 éves. Na jó, de ez mikori kép? Hát ez tavaly előtti. Ő tényleg így. Mi? Mármint, hogy nem... nem követem meg ilyesmi, mert amúgy fiatal hozzám, vagy 4 évvel fiatalabb. Hagyjuk még magyarázkodni egy kicsit. Kérlek, mentsetek meg! Loren Grey azt hiszem most 17 éves. Hát akkor ez egy 16-os kép? 15. Igen. Ja, de hát mondjuk hülye vagyok, mert ugye azt kell mondani, hogy a képen hány éves. Igen. De mondjuk itt ezen a képen nem nézett ki többnek, mint 15. Mm. Ilyen kis Barbie babának néz ki. 17 éves. Nem. 81. Nem, de én ezt egy 25-nek mondanám. Nem tudom, hogy... Ahogy ránézel a személyre, valahogy úgy, nem tudom. Olyan 25. Lássuk, hány éves. Mennyit mondasz? 25? 25, de lehet, hogy bebukok vele, de próbálkozom, maradjunk annyiba. 16 éves. Lehet, hogy velünk van a gond, Rebecca. Ezeket Amerikában gyártsák, ez nem olyan, mint itthon Magyarországon. Érted? És a magyarok a jók, mert ez nincs helyén. Abba egyezzünk meg. Hogyha valaki őszintén az összeset eltalálja, nem lehet. Az hogy? Kap valami jutalmat. Hát igen, de hogy találod el? Tehát... Ja, és az nem ér, hogyha már láttad ezt az nekem teljesen, úristen. Pont most volt róluk szó. Liza és Léna, ők 10... De most itt a képet kell megmondani, de 10, azt hiszem, amikor befutottak 6. Nem tudom. 14. Jó. Jó, mondjuk azt azért hozzátenném, hogy ők az a fajta lányok, akik 14 éves koruktól 18-ig ugyanúgy néznek ki. Igen. És akkor az utolsó hölgy, aki szerintem 17 éves. Nem. Ő biztos idősebb, ő egyébként egy nagy amerikai márkának a modellje, és olyan 23 körül. 20. Nem mondhatnánk egyébként, hogy jók voltunk. Hát nem. Pláne a kis 15 évessel, akit lecsókolóztak volna. Hogyha most így gyorsan visszagondolok. Találtunk el egyet is? Úgy hát közelben voltunk. Nem. Akkor ez egy határozat nem. Ja, Istenem. Na mindegy, próbálkoztunk. Igen. Hát ennyi lett ma az a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, reméljük, hogy azért ti tudtátok erre a válaszokat, és... Elbuktunk. Elvéreztünk. Elbuktunk. Nagyon keményen. Hát ennyi lett az a videó. Rebecca, köszönöm, hogy csatlakoztál. Én köszönöm. És hogy a női megérzéseidet. Mondjuk azok elbuktak. A női megérzéseim már semmit nem adtam hozzá ehhez a videóhoz. De... igen. De ha tetszett nektek ez a videó, nyomjatok erre a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok. Hamarosan jön az első epizód a Brodapest csatornára, maradjatok velünk, és kövessetek minket, mert mellék videók is ugyanúgy, mint például ez fognak jönni. Rebeccát kövessétek be Instagramon és Youtube-on is. És engem is Instagramon és Youtube-on. Úgyhogy ott lesznek a leírásban. Sziasztok! Sziasztok!